Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Önök VNTV-t, Ivan Natura televíziót láthatnak, és Parapercek adássorozatunkban nagy tisztelettel és szeretettel dr. Egeri György urat köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Szia Gyuri, nagyon vártunk már, nagyon szeretünk veled beszélgetni, mert nagyon izgalmas témákat szoktál hozni. Tudjuk, hogy igazán a dolgoknak a mélyére nézel, és te magad is szoktál mindenkivel beszélgetni, nagyon nagy tudományos anyagoknak vagy a követője, tehát igazából mindig aktuálisan képbe vagy, és egyre mélyebbre és mélyebbre mész azon fizikai ismeretekbe, ami az egy átlag hétköznapi ember számára adott esetben felfoghatatlan, sőt, nem is feltétlenül veszi észre, holott folyamatosan érinti. A mai utolsó beszélgetésnél azt terveztük, hogy furcsaságokról fogsz beszélni. Szeretnél olyan dolgokról beszélni, ami vagy a biológia, vagy a fizika számára ismeretlen, megmagyarázhatatlan. De először is hadd kérdezzelek meg téged, mint fizikust, hogy én mérnök vagyok, mérnök, csak érdekel a fizika. Mérnök, de azért elég mélyen, mérehatóan érdekel, és teremted is a fizikát, kísérletezel vele, és találmányaid vannak. Milyen út megyen fizikától a biológiáig? Rögös. Rögös, azt tudom mondani. Végül is, ahogy én látom, a biológia az alkalmazott fizika. Tehát ami a biológiában megjelenik, az életfolyamatokban megjelenik, az a fizikai lehetőségek teljes tárháza. Tehát amit tudni lehet a fizikáról, azt a biológiánál lehet keresni, ott érdemes, mert az élet a fizika által fölkínált összes lehetőséget használja, és az élet nem kíváncsi az X és Y tudományos akadémia véleményére, nem az akadémiai üléseken dől el, hogy tud-e repülni egy bogár, vagy nem, hanem az már sok száz évmillió óta működésben van. Most ma ugye nem tudjuk végigvinni az összes nyitott kérdést a biológiában, mert például akkor arról is kéne beszélni, hogy hogy létezik, hogy a legyek például rendkívül jól tudnak háromdimenzióba tájékozódni. Az ő gombos tűnyi idegrendszerük, vagy annál is kisebb, másodpercenként 300 képet tud földolgozni. Márpedig a legjobb számítógépek sem képesek erre, tehát az önvezető autó, ami két dimenzióba megy, az egy óriási álom, milliárd dollárokat öntöttek ebbe, és a mai napig sem tudták megoldani, és úgy néz ki, hogy ez nem fog menni. Egy légy számára az önvezetés meg a háromdimenzióban való repülés az nem probléma. Ha beül a légy a moziba, hát mit lát? Diavetítésre mentek az emberek, mert a légy 300 képet lát másodpercenként, tehát neki, amit mi mozinak gondolunk, folyamatos dolgok, azt az ő állóképek sorozatát látja, és mi ezt csak ott a mozivásznon látjuk, az, hogy mögöttünk mi van, azt már föl se tudjuk dolgozni. Na most azért a biológusoknak, vagy a idegtanászoknak azért föl kéne tenni azt a kérdést, hogy hát hogy létezik az, hogy a légy, vagy annak a kisebb változata, a muslica, a még kisebb agyával térbeli teljes képet földolgozza, mert a légynek nagyon nem mindegy, hogy a háta mögött jön-e egy fecske, vagy nem, mert ha látja, hogy a háta mögül jön a fecske, azonnal repülni kell. Vagy ha előről megijesztjük, akkor tudjuk, hogy teljesen mindegy, a légy bármilyen irányba elrepül, akár hátulra is tud repülni. Ugye ez egy újabb rejtély, de ha
ha semmi mással nem foglalkoznánk, csak a légy agyával, már látjuk, hogy a tanított fizika korlátaiba ütköztünk. De ez egy külön nagy téma lenne, hogy az idegrendszer hogyan is működik. Szerintem, amit mi most próbálunk már úgy kutatás szintjén erőlködni, hogy térképezzük föl a neuronokat, meg az axonokat, az teljesen zsákutca, totál zsákutca, ebből soha sehová nem fogunk eljutni. Óriási munka egyébként ezeket a idegrendszeri kapcsolatokat földeríteni, de ebből egy analóg digitális számítógép modell, amiben gondolkodnak, soha nem fog kijönni. Tehát az nem fog minket elvezetni az önvezetéshez, de még ahhoz se, hogy az alakfelismerés kérdését megoldjuk. Ugye mesterséges intelligenciáról mostanában sokat beszélünk, de az a mesterséges intelligencia képtelen arra, amire a légy. Én most nem is az emberi intelligenciáról beszélek, hanem egy piciny rovar alakfelismerő képességéről. De ma szeretnék egy sokkal meredekebb témáról beszélni, pusztán csak azért, hogy egyrészt a nézőknek házi feladatot adjunk, másrészt mélyen elgondolkodtassuk őket arról, hogy mi mindent nem tudunk a természetről. Az, amit a tudomány, mint intézmény sugal az átlagembernek, az egy teljesen hamis kép, hogy mindent tudunk, pár apróság ugyan még hátra van, lásd a tudat, meg az idegrendszer, de hát nyomon vagyunk, tessék csak nyomni belénk a pénzt, mi majd azért megoldjuk, nem is kell olyan sokat várni. Ebből egy szó nem igaz, ez hazugság. Alapvető, fundamentális kérdéseket nem értünk a biológiából, és tisztességtelennek tartom azt a hozzáállást, hogy a nebulóknak gimnáziumban, egyetemen nem mondjuk el, hogy kérem szépen a lábhoz tett fegyverrel el kell mondani, hogy alapvető dolgokat nem értünk, mert ha ugye láttam a biológia könyveket, abból indulnak ki, hogy 10-12 effektusból, mint diffúzió, meg elektromos ingerület átvitel, meg ionvezetés, ebből föl tudjuk építeni az élet folyamatokat. Ez hazugság. Ez egyáltalán nem igaz, és tisztességtelen magatartás így az adófizetőknek a szemébe hazudni, akik eltartják a tudományt. A alap dolgokat nem értünk meg, és most csak, hogy egy nagyon durvát mondjak, az antigravitációról szeretnék beszélni, mert az az élő világban igenis állandóan jelen van. Két oldalánál biztosan, azt tudjuk, hogy megváltozott tudatállapotban, például amikor szentek úgymond lebegnek, hát először lebegnek az emberek megváltozott tudatállapotba, aztán vagy mágiára küldik őket, vagy szenté avatják, ez a két lehetőség van. De annak idején nekem, amikor én elolvastam, mint fiatal kutató a Katolikus Szentek Élete című gyűjteményét, feltűnt nekem sok-sok anomália. Mondjuk a négy evangélium, az tele van kézrátételes gyógyítással. Ez teljesen ki van zárva a mai, nemhogy a mai orvoslásból, de a biológiában is. Ez egy tabu kérdés, nem szabad tanulmányozni, de én a vitalitásmérés, az energiamérés kapcsán próbáltam megérteni hogy az életenergiának a miben létét, ami azóta is számomra egy élő kutatási terület, és az vezetett el egyébként arra, hogy az élő világban a töltések mindig forognak. Tehát
míg az élettelen természetben, amikor a drótba megy az áram, egy töltés össze-vissza a pattog, kattog, szóródik, de sosem forog. Az élővilágnak az a jellemzője, és az nagyon élesen elválasztja az élettelen világtól, hogy ott mindig forgó töltések vannak, ráadásul nem csak egy tengely, hanem a DNS molekulánál látjuk, az is föl van tekerve, hogy a spirál még egy spirálra van föltekerve, az még egy spirálra. Olyan bonyolult szerkezetek, amit a legjobb nanotechnológia sem tud most előállítani, de én azt gondolom, hogy 100 év múlva sem. Tehát hatalmas technikai szakadék van a mi műszaki lehetőségeink és az élővilág között, mert ugye azt látjuk, hogy egy táptalajra rakott baktérium, az szaporodik. Tehát sejtmembrán létrejön ott az orrunk előtt percek alatt. Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy mi van egy sejtmembránban, de kémcsőbe soha nem tudtuk létrehozni. Rendkívül bosszantó, hogy az életnek egy ilyen apró, önálló része, amiről mi mindent tudunk, minden ott lenne, hogy ezt mi egy sejtfalat, egy növénynek, vagy egy kis baktériumnak, állatkának a sejtfalát megcsináljuk. Nem a belsejét, ami nagyon bonyolult, a sejtfalát, de nem tudjuk. Mi a véleménye, Gyuri, neked arról, hiszen azért a tudomány területén mozogsz, és az élet maga ugye egy végtelen, határtalan, örökkévaló valami, egy nagy energia, amit egyszerűen lehet, hogy nem tudunk besűríteni és leegyszerűsíteni számokra, betűkre, az arra kifejezésmódra, akár a tudományos mérésekre, tehát ugye ezek mind szűkebb eszközök. Eleve állandóan megismerni, megérteni akarjuk, és maga a megértésnek a dimenziója és a szintje nem elégséges ahhoz, hogy egy annál sokkal tágabb és sokkal nagyobb valamit próbálunk így van, korlátozni, definiálni. Tehát rendkívül szegényes a mai fizika és a mai tudomány szerszámkészlete. Ez olyan, mintha egy vízvezeték szerelőt hoznánk ki egy agyműtéthez, hogy hát neki is vannak szerszámai, oldja meg a problémát, de neki csak egy nagy francia kulcsa van, meg kóc, meg esetleg tud forrasztani, de az a szerszámkészlet, az a tudáskészlet nem alkalmas egy ilyen bonyolult folyamathoz, és ezt nem merik, nem tudják elfogadni a kutatók, mert elviselik a társadalom megvetését, meg hogy rosszul fizetik őket, csak azt nem szeretik, hogyha kiderül, hogy ők valamihez nem értenek, akkor automatikusan támadnak. És ezért hiányzik az összes tankönyvből egy reális helyzetértékelés, hogy kérem szépen, ezt és ezt nem tudjuk, innentől idáig ezt az óriási lefedett, ezt a nagy területet, ezt mi képtelenek vagyunk átlátni, de itt van egy piciny sziget, itt tudunk valamit megoldani. Hogy látod, Gyuri, nem találkoztál esetleg egy olyan élménnyel ezen a téren, hogy a létezésnek magának van egy olyan biztonsági eleme, hogy igazából nem ad oda minden információt, tehát nagyon sok mindent megtart inkább a megismerhetetlenségben, a tudhatatlanságban, pont azért, mert így maradt fent egy olyan örök érintetlenségben, amivel mindig biztosítva van a létezés maga. Ez egy nagyon filozófikus és antropomorf megközelítés. Én azt gondolom, hogy a probléma az van, hogy abban van, hogy a létező tudomány tabukkal teli, tabukkal és tiltásokkal teli, szentágotai akadémikusokkal, Beck Mihályokkal, akiknek a csökevényes tudása megakadályozta azokat a kísérleteket, azokat a próbálkozásokat, hogy ezeket az ezoterikusnak, nem létezőnek
a titulált dolgokat megismerjük. Ugye a katolikus szentek élete tele van telepátiával, kézrátételes gyógyítással, lebegéssel, meg olyan esetekkel, hogy szentek nem isznak, nem esznek évekig. Na hát, hogy van az? De ez nem csak a katolikusokra vonatkozik, hinduknál is, jógiknál figyelték meg azt például, azt hiszem, hogy valamelyik most Pakisztánban levő város a maharádzsájának a szász származású udvari orvosa jegyezte le, hogy az udvari gurut vagy szádút élve eltemették. Úgyhogy berakták egy viaszos vászonba, koporsó, és az egészet agyaggal körbevették, és őrség. És ennek ellenére 3 hónap múlva garantáltan, ugye oxigénmentes környezetbe került, 3 hónap múlva kiásták, és újra tudták éleszteni. Ez a mai fizika és mai biológiai tudásunk szerint teljesen kizárt. Valamint az is, hogy vannak olyan szentek, Pió atya és így tovább, de mostanában is vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem esznek orvosi felügyelet mellett. Hát hogy van ez, miféle metabolizmus az, ahol nem kell inni, enni, mégis megy tovább az élet. Ezek nagy feladványok, ezek sehol nincsenek benne a biológia könyvekben, mégis ott vannak a megfigyelések, és jön a kognitív diszonancia, hogy látjuk, tudjuk, hogy van, baráti beszélgetésben ez előkerül, de folyóirat cikkben ennek nem szabad megjelennie. Na most ezért szeretném a nézők figyelmét fölhívni, nem csak a szentek lebegésére, hanem nézzék meg házi feladatként, hogy repül egy légy, meg egy darázs. Ugye nagyon feltűnik az, hogy ott hagyunk a tányéron egy darabka húst, és megérzi, megszimatolja ezt a darázs, és menne a kajáért. Hát hogy repül oda? Hát semmiképpen sem úgy, hogy megnézi, mert nem, annyira nem jó a szeme. Nem úgy, hogy egyenesen oda repül, leül, és ott elkezd csámcsogni. Nem. Ő szagol, a szaglása jobb, és akkor elkezdi a hús, a szag eloszlást fölvenni. Tehát itt van mondjuk a tányérom, és akkor ő így fog oda menni. Tehát mindig oldalra mozog, csak hogy a szárnya itt oldalt van. És azt én biztosan tudom, mint áramlástechnikával foglalkozó mérnök, hogy a szárnyak irányában nincs repülés. Csak előre, a szárnyaknál mindig csak előre lehet repülni, de azt látjuk, hogy ezek mindig így oldalra repülnek. Amikor én biciklizek, és szoktam látni az erdőbe, amikor átszűrődik a lombok között a fény, ott vannak a zengőlegyek. Ez egyébként a darázsra hasonlít, de pici légy, rezzenéstelenül ott vannak, jövök a bicajjal, azonnal odébb ugranak oldalra, elmegyek, akkor vissza. Szoktam ezeket, gyönyörű, szóval ezek ilyen nagy csordába ott lebegnek, órákon át. Órákon át ott lebegnek, rezeg ugyan a szárnyuk, de ha valaki venné a fáradtságot és kiszámolná az energiamérleget, nagyon meglepődne, nem jönne ki a matek. Egész biztos, hogy sokkal több energiafogyasztás jön neki, mint amennyi egy kristálycukor szemnyi energia elég neki egy napra. Hát az pedig nem elég arra, hogy egy 8 órán keresztül csapkodja a szárnyát, de a másik az, hogy ez a fajta gyorsulás semmiképpen sem lehetséges. És
A technika most tette lehetővé azt, hogy olyan videófelvételeket készítsünk ezekről a pici lényegtelennek tűnő rovaroktól, hogy másodpercenként 10-12 ezer felvételt tudunk csinálni. Ez eddig nem volt, mint lehetőség. És azt látjuk, hogy ilyenkor ugye az emberi szem nem tudja követni ezeket a bogarakat, ahogy ők egyik helyről szinte eltűnik, a másik helyen megjelenik. És azt látjuk, hogy ilyen 60-80 G gyorsulással, tehát 1 G az a gyorsulás, ami itt van a Föld felszínén, ennek a gyorsulásnak a 60-szorosa az, amit lefilmezünk. De hogyha ilyen gyorsulással megnyomnánk őket, ez egy kalapácsütés, akkor tönkre mennek. Tehát szétlapulnak. Na hát, hogy van az, hogy odébb tudnak menni ezzel a hatalmas gyorsulással, meg mindenféle ugró, pattanó kis bogarak. A kukának a fedelét megnézzük egy nyári napon, nyúlunk oda, és akkor ezer kis apró bogár lepattan ott, de olyan gyorsulással, olyan sebességgel ugranak le a kuka fedeléről, hogy nem tudom őket szemmel követni, de mégis, hogyha így lefilmezzük, akkor azt látjuk, hogy nem teleportálódnak, de valami észreszejtő gyorsulással tudnak odébb menni. Hát mi a megoldás? Valószínűleg elvesztik a tömegüket. Tehát nincsen tömegük, és ez nem fogyókúra, hanem egyszerűen, mit tudom én, az 1/10 milligram tömeg lemegy nullára. És akkor már egy másik antigravitációs hajtás segítségével odébb tud menni, és hogyha mögötte jön a fecske, és azt szeretne vacsorázni, az elől is el tud menekülni. Az élővilágban minden másodperc az a túlélésről szól, és csak azok maradnak fönt, a ragadozók meg áldozatok viszonylatában, amelyek nagyon hathatós védekező mechanizmust ki tudtak építeni. Na és ez a tömegnek az annihilálása, tehát lecsökkentése nullára, és a gyorsulás bármilyen irányba, tehát magyarán, ha úgy tetszik, nekünk csak egy szavunk van erre, antigravitáció, de ez nem jó, mert ez egy gravitációs hajtás bármilyen irányba. Az antigravitáció szó szerint az csak azt garantálhatná, hogy kompenzáljuk a gravitációt, és lebegni tud egy bogárka álló helyzetbe egy napig, egy évig, akármeddig. De vajon ez most az én őrültségem-e, vagy pedig van-e mögött fizika? Nos, egy magyar mérnök, Magyari Endre, aki Magyarországon a rádiózást is elterjesztette, neki volt egy szellemes elmélete a gravitációról. Ő azt mondta, és biztos, hogy igaza volt, hogy gravitáció az nem vonzás, hanem az nyomás. Tehát létezik körülöttünk a térben egy éter, ami egy ilyen szuperfolyékony folyadék, mondjuk, és az éter valamennyire elnyelődik a tárgyakban. Tehát a Föld az egy jó nagy tárgy, és az éter azt elnyeli. Éppen azért ott a sűrűsége az éternek bent kisebb, mint kint. Tehát az éter áramlása nyom rá minket is, meg az összes tárgyat, így az asztalra. Tehát egy éter nyomás az, amit mi gravitációként észrevehetünk. És ezt ő úgy ellenőrizte, ezt a teóriát egyébként, hogy tudta, hogy amikor napfogyatkozás van, tehát az, amikor a nap, meg a hold, meg a föld együtt áll, akkor a hold leárnyékolja a napból kiáramló étert, és ő ezt az ábrán itt magyar nyelven írt is egy cikket erről, tehát ő úgy értelmezte, mint amikor egy golyócska átüt egy tárgyat,
akkor érezzük, hogy az átütés pillanatában azt megnyomja. Tehát erről van szó, hogy ez az éter áramlás is átfolyik rajtunk, és ez tapaszt minket oda, és ő matematikailag ezt szépen levezette, hogy az éter áramlás hogyan kelti a gravitáció látszatát. És két a test között vannak olyan helyek, ahol energiaszint hiány keletkezik, meg energiaszint többlet, és ebből vezethető le például a gravitáció, a statikus gravitációnak az értelmezése és a hatása is. És íme itt van ez az eset, amikor azt vette észre, hogy a Lakihegyi adótorony egy hold a nap-föld együttállás idején, 1961-ben egy különleges napfogyatkozás volt, mert a nap akkor éppen a horizonton volt, tehát éppen csak, hogy fölemelkedett, ez nagyon ritkán van. Általában a napfogyatkozás ott fölöttünk délbe van, és az már nem alkalmas ennek a jelenségnek a észrevételére. Magyarán az történt, hogy a Lakihegyi adótorony, mindenki látta már, jó magas, elhajlott akkor egy teljesen váratlan irányba, amikor a hold a nap és a föld közé betolakodott. A hold leárnyékolta ezt az éteráramlást, és ezért megváltozott a vonzás, megváltozott a gravitáció iránya, kihajlott az adótorony fél méterre egy olyan irányba, ahová nem illett volna a tankönyv fizika szerint. Következő ábrán látszik is ennek az időbeli eloszlása is, hogy ezt a peremen, amint a hold elkezdett betüremkedni, akkor az egyik irányba, majd amikor a hold teljesen betolakodott a nap elé, akkor a másik irányba hajlott el. Ez csak úgy értelmezhető, hogy itt van ez az éter szél. No, hát ez lett volna a Magyari Endre féle magyarázat a gravitációra, de egy orosz kutató rájött arra, hogy ez az éter, ez egy neutrino fluxus. Erről tudunk, hogy létezik neutrino, az eredetét is tudjuk, és most jön az összekötés és a csavar a biológiához. A hidegfúziónál tudjuk, hogy hát neutrinót nyel el a fúzióban levő két atom. És ilyenkor a neutrinó elnyelés pont olyan, mint a napfogyatkozásnál, csak helyileg történik, és hol történik a legintenzívebben? Hát az izmokban, meg az agyban. De a bogaraknak az agya nem nagy, az embereknél igen, de az izomtömeg az nagyon fontos. Nos, a bogarak repülését eddig is vizsgálták a kutatók, méghozzá itt látható egy ilyen bogárrepülés vizsgálatra alkalmas szélcsatorna. Szegény kis bogarat nem hagyják repülni, tehát nem a természetes módján, hanem ráragasztják egy készülékre, és csak bizonyos irányban tud vagy előre, vagy hátra mozogni, és a kutatók kizárólag a szárny mozgását vizsgálták, de a bogarak legalábbis nem a pillangókról beszélek, hanem a nagyon erős izmokkal rendelkező bogarakról, mint a darazsak, meg a legyek, azoknál az izomnak az energiasűrűsége az emberi izom energiasűrűségének az ezerszerese. Íme így néz ki egy keresztmetszet egy légy izmáról, amit, hogyha akarunk, látjuk ezt a bizonyos, nagyon szép, szabályos, mint egy kristály, olyan ez az izom,
és egy ilyen hexagonális szimmetriát is láthatunk benne. Egyébként a szakrális ábrák között az élet virágának a szimbóluma ez. Tehát biztos látták már a nézők ezeket a szakrális szimbólumokat, ebbe benne van az élet virágának, az energiának a szimbóluma. Lehet, hogy el kellett volna hoznom azt az ábrát, egy az egybe fedésbe hozhatóak. Nos, ez a hatalmas nagy energiasűrűség, ami a bogaraknál a szárnyizmokban megvan, az alkalmas arra, hogy rendkívül intenzív legyen az anyagcsere, és az anyagcsere ilyen folyamatoknál mindig hidegfúzióval jár, tehát anyagokat alakítanak át más anyagokká ezek az izmok, ezért van az, hogy néhány ember mentálisan rá tud arra hangolódni, hogy neki nem kolbász kell, meg lecsó, hanem egyszerűen a benne levő anyaggal nem éheznek, hanem egy más típusú anyagcserére állnak rá, és mondhatom azt, hogy ilyen csöndes hidegfúzióval táplálkoznak. De a bogaraknál ez az izmokban rendkívül intenzíven létrejön, a növényeknél is, a növénycsúcsoknál is, különösen holtölte idején a rendkívül megnő az anyagcsere intenzitása, és nehogy azt higgyük, hogy ez csak a növényvilágra korlátozódik, tudjuk, hogy a női termékenység is 28 napos periódusokhoz kötött, és holtölte az, ami szinkronizálja ezt, ezt se értik a tudományban, pedig megint arról van szó, hogy ez egy rendkívül intenzív neutrino fluxust hoz a holtölte, mert ez is egy nap-föld-hold együttállás, és a mindenféle fura együttállás okozza például az asztrológiai ciklusokat is. Tehát mi nagyon be vagyunk drótozva az univerzumban, de a bogarak is. És a saját intenzív, rendkívül intenzív izommunkájába hangsúlyoznom kell, hogy ezerszerese az emberi izomhoz. Hát a bogár egy légy, ha indulhatna az olimpián, hát úgy maga mögött hagyná az embereket, csak legyek nyernék az összes olimpiát, hogyha engednék őket. Nos, a áramlás technikából mi ki tudjuk számolni azt, hogy egy szárnynak mekkora lehet egy adott frekvenciánál a felhajtó ereje, és nagyon kijön a matek, hogy a bogár, a darázs nem repülhetne semmiképpen. Tehát ezzel a piciny szárnyfelülettel nincs annyi felhajtó erő azon az adott frekvencián, hogy ezt a testét elemelje. Ugyanakkor mit látunk? Néha a zsákmánnyal itt egy megölt legyecske elrepül. Tehát sokkal nagyobb a terhet is gond nélkül el tud vinni, sőt ezzel még cselezni is tud. Itt egy hatalmas hernyóval. Én is láttam ilyet, hogy darázs, picike darázs az orrom előtt repült egy dongóval, más esetben egy hernyóval. Hát nagyon nem jön ki a felhajtó erő. A Reynolds szám az nem elég magas. Ráadásul mi vagy 10-15 évvel ezelőtt egy egri barátommal csináltunk olyan kísérletet, hogy egy plexidobozba bezártunk bogarakat, leszívtuk róluk a nitrogént, ott hagytuk az oxigént, meg vízgőzt. A vízgőz az azért kellett, hogy a kis ízületeik ne száradjanak ki, mert onnantól kezdve tényleg nem tud mozogni, tehát a vízgőznek ott kell lennie. De ott hagytuk az oxigént is, vagy esetleg annak is a felét levettük. Tudtak repülni. Tehát
ha hagytuk őket oxigénhez jutni, a rendkívül alacsony nyomáson, olyan 100 tor, 100 higany milliméteren, tehát a normál légköri nyomásnak mondjuk a 8-án, ők még tudtak repülni gond nélkül. Tehát a rovarvilág egy részénél nem arra való a szárny, hogy azzal erőlködjenek és repüljenek, hanem azzal csak kicsit segítik az irányítást. Mondok egy másik példát. Vannak olyan rovarok, néhány légyfajta is ilyen, hogy van egy ilyen dobverőhöz hasonló szárnycsökevény, a billér. Ha azt levágják, a szárny érintetlen marad, többé nem tud repülni a légy. Nem tud. Ott a szárny csapkodhat vele, nem tud repülni. És gyerekkorunkban orosz meg énekórán ezt mindig el szoktam mondani, nyáron nyitott ablak mellett elkaptunk egy-egy legyet, és akkor a lábára cérnával rákötöttünk egy babszemet. És azzal szórakoztunk, hogy közben néztük, nagyon érdekes volt, közben néztük, hogy a legyek repülnek a babszemmel. Tehát elbírták, el tudták vinni. Tehát már akkor is érdekes volt, hogy van teherbíró képességük ezeknek a rovaroknak. Tehát nagyon sok mindent nem tudunk az életről, alapvető, fundamentális dolgokat, és nem csak az a baj, az csak a kisebbik baj, hogy nem ismerjük ezeket a dolgokat, amit mutat nekünk az élet, amit tanítani szeretne minket, hanem sokkal nagyobb gondnak érzem azt, hogy nem vagyunk hajlandók szembesülni azzal, hogy ezt nem tudjuk. Tehát a mellényt azt vissza kéne venni, először is az akadémiai hőzöngésnél, tudatába kellene lenni, hogy mekkora a mi tudásunk, meddig terjed el, és hogyha a tudatlanságunk lexikonját mellé tennénk, a tudott dolgok lexikonja mellé, akkor azt látnánk, hogy a tudatlanságunk tárháza sokkal nagyobb, mint az ismert és biztos tudásnak a tárháza. És erről mi nem szeretünk beszélni, ez egy furcsa szégyenérzet, és ennek tragikus következményei vannak, mert ha dolgokat, létező dolgokat letagadjuk, ha mi szándékosan hülyítjük magunkat, meg az adófizetőt, meg egymást, az annak csak rossz vége lehet. Nagyon, az ember szeretne nagyon okos lenni, és tudni szeretne mindent a dolgokról, a megismerés szintjén, miközben lehet, hogy csak megélnünk kellene ezeket a dolgokat, és az ember önmagára nem lát rá annyira tisztán, hogy mint ember, mint élőlény, mint egy faj, neki mi a dolga. Egy utolsó kérdést hadd kérdezzek tőle, Gyuri, hogy az előző beszélgetésekben arról volt szó, hogy az ember hogy akarja megcsapolni az univerzumot, mint energiát. Szükségünk van energiákra. Az ember eszik, lehet, hogy az emésztési folyamata maga több energiát visz el, mint amennyit egyébként be tudsz a táplálékkal vinni. Miféle katalizátor és energiaforrás maga az ember? Hát először is az emberben nagyon sokféle katalizátor van, enzimek, vitaminok. Ezeknek a működése ma teljesen érthetetlen. Teljesen érthetetlen. Nem tudjuk azt, hogy létezik az, hogy egymilliószor, tehát másodpercenként egymilliószor létrejön egy kémiai folyamat, egy ilyen nagy levesben a katalizátor, az az enzim, hogy tudja megtalálni azt a két reagenst, és csak azt a kettőt, millió többi közül, összerántja, összerakja, kidobja, és aztán jön a következő. Teljesen érthetetlen. Teljesen érthetetlen, hogy ez a fehérje hogy jött létre a számba jöhető több trillió változat között, mert ha egy icipicit változtatunk ezen a fehérjén, már működésképtelen. Ez az evolúcióval nem magyarázható, bárki bármit mond, egy mérnök tudja,
hogy ilyen dolgokat csak tervezni lehet. Ezek úgy maguktól nem jönnek létre. Ugye az egyik kedvencem a biztosan tervezett dolgokról a ragadozó növények, amelyek húsevők, ragadoznak, és az úgy véletlenül nem jön létre, hogy egy növény, mit tudom én, a Vénusz légcsapója, ami így működik, annak kifejlődik egy izma, meg kifejlődik egy számláló rendszer, amelyik megszámolja, hogy az odatévet legyecske hányszor billenti meg a szőrszálakat, összeadja ezeket, és főleg nem fejleszti ki azokat a gyomornedveket, azokat az enzimeket, amelyek képesek a legyecskében levő hát mindenféle húsok, izmok lebontására. Ezek nagyon bonyolult enzimek. A növények ezzel nem rendelkeznek. Most hogy van az, hogy 100 000 évig próbálkozik a légcsapó, és addig próbálgatja, hogy na hát, ha majd összejön az az enzim. Hát tessék már gondolkozni. Tessék már látni a valóságot, látni az életet, látni a biológiát, hogy az tele van teremtett, előre megtervezett dolgokkal. Ez a mi nagy problémánk, hogy olyan rohadt okosnak gondoljuk magunkat, miközben sekhülyék vagyunk. Hát már elnézést a kifejezésért. Hát valószínűleg nem okos teremtménynek szántak minket, de ezt mi túl akarjuk szárnyalni. De legalább legyünk akkor tisztességesek. Jó, nem vagyunk zsenik, de attól még lehetünk tisztességesek. Szembenézhetünk az igazsággal. Nem szégyen butának lenni, nem szégyen tanulni a természettől. Nem szégyen, de egy hatalmas potenciál rejlik az emberben, és ez az, ami nem fogja nyugodni hagyni soha. Lehet, hogy kicsit lassan őrülnek Isten malmai, de hát reméljük, Gyuri, hogy azért valami fejlődés lesz, és hogy lesz lehetőségünk egyáltalán ezeket meglépni. Nagyon kemény verseny folyik az idővel, igen. Tehát én azt látom, hogy sokkal gyorsabban tesszük tönkre a valós környezetünket, mint ahogy a tudásunk fejlődik. Egy egészen tragikus hurkot látok én, és nagyon kéne kapaszkodnunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, minden beszélgetést megszívlelünk, további sok sikert kívánunk, erőt, egészséget a további fejlesztésekhez, és hát sikerüljön a projekt. És a nézők ne feledkezzenek a házi feladatról, tessenek megnézni, hogy repül a darázs, amikor megy a kajához. Te az antigravitációt egyébként tetten érted már valahol a te saját életedben? Egyébként? Én még nem tudtam lebegni, de az antigravitáció-gravitáció egyenleteit már megtaláltam. Jó. Köszönöm szépen, Gyurikám. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják, viszontlátásra.